Ezekkel a gondolatokkal várták a legkisebbek, hogy szeptember 1-én belépjenek az iskola kapuján. Velük együtt több száz diák búcsúzott a nyári szünettől a Kossuth Lajos általános iskolában szerdán a városi tanévnyitón. Az eseményen részt vett Cserpakovics András polgármester is, aki elmondta, hogy ez az ünnepség a város egyik legörömtelibb eseménye, és reméli, hogy a diákok izgatottan várják, hogy találkozzanak társaikkal és tanáraikkal. Amikor körbenézünk és látjuk a gyermekeket, a fiatalokat, akkor úgy látjuk a jövőt, hogy a jelenben van dolgunk annak érdekében, hogy ők aztán pedig átvehessék a stafétát. A városvezető köszöntőjét követően az intézmény igazgatója örömét fejezte ki, hogy idén két jubileumot is ünnepelhetnek az iskolában, hiszen fennállásának 70. évfordulója mellett már 50 éve annak, hogy megalakult a zenei tagozat. Hálával és köszönettel tartozunk egykori elődeinkre, a sikeres megalapozásért, a példamutatásért, az értékteremtésért, és hálával és köszönettel tartozunk a fenntartónak és az önkormányzatnak is, a sok segítségért, a támogatásért, a fejlesztések megvalósításáért. Ennek keretében mosdókat újítottak fel, új betonburkolattal és játszótérrel gazdagodott az udvar. A városrész önkormányzati képviselője úgy véli, igazi családias környezet várja itt a gyerekeket, ahol jó eltölteni a mindennapokat. Én azt hiszem, hogy minden öreghegyi nagyon szívesen adja ide a gyermeket. Én még emlékszem az előző kerekévfordulóra, hiszen az 50-en még az én lányom is írt az évkönyvbe, és mennyire örültünk annak, hogy nem kell elvinni a gyereket sehova, nem kell buszra ültetni, hanem egy igazi, egészséges, barátságos, boldog iskolába járhatott. Az ünnepség végén a Mi vagyunk a Grund című dallal vágtak neki a diákok az előttük álló 181 tanítási napnak, amely a tanulás mellett meg annyi élményt is tartogat majd számukra.